2017-ben a spanyol Tequila Works egy exkluzív VR játékkal jelentkezett Oculus Rift, PlayStation VR és HTC Vive eszközökre. Nem igazán figyeltünk fel rá itt az AG berkein belül, mert egyikünk sem rendelkezik ilyen eszközzel. De mivel 2017-ben nem csak nálunk, de a világ többi részében sem nagyon engedhették meg maguknak túl sokan a VR-t, ezért nem meglepő, hogy körülbelül fél évvel a megjelenés után a Tequila Works egy patch keretén belül úgymond VR mentesítette a The Invisible Hoursnak nevezett játékukat. A játék cselekménye egy színházban veszi kezdetét. Jegyet váltunk egy előadásra, megkeressük a helyünket és megvárjuk, amíg szétnyílik a függöny, hogy megkezdődjék az előadás. Ugyanis a valódi cselekménybe csak most fogunk belecsöppenni, és ezt szó szerint értsétek. Hirtelen egy vihar áztatta sziget mólóján találjuk magunkat, ahol megismerkedünk a nyolc főszereplő egyikével, a svéd nyomozóval Gustav Gustavval. A sziget a híres feltaláló Nikola Tesla tulajdonában áll, és ahogy a többi más szereplőt, úgy a nyomozót is ő maga invitálta oda. Azonban, hogy azt már Agatha Christie tíz kicsi négeréből tudhatjuk, egy szigeten összezárt előkelő csoportban mindig akadnak olyanok, akik épp most akarják kiélni a gyilkos hajlamaikat. Talán mondhatnék még pár szót a cselekményről, de azzal már is elszpoilerezném az eseményeket, az meg elég ronda dolog egy krimi esetében. Ezért inkább térjünk rá arra, hogy miért is mondtam azt, hogy szó szerint belecsöppentünk a történetbe. Nos, a körülbelül 6 órányi játékidő alatt igazából nem fogjuk irányítani egyik karakter sem, nem fogunk megoldani egyetlen fejtörőt sem, és beszélgetni sem fogunk egyik szereplővel sem. De hát akkor mi a fenét fogunk csinálni benne kérdezhetnénk? A válasz tök egyszerű. Mi játékosok leszünk a 360 fokos kamera egy megfigyelő, vagy nevezhetjük akár egy kémnek is. És igen, mindezek ellenére is állítom, hogy a The Invisible Hours még ezzel a Zero játékmenetével is az egyik legjobb narratív kalandjáték, amivel valaha játszottam. És ez az állításom akár meglepő is lehet, hiszen épp az előzőleg bemutatott Last Stop játékot pont azért szapultam, mert nem volt benne valódi játékmenet. Csak hogy van a két alkotás között egy óriási különbség, mégpedig az, hogy a Tequila Works csapata egy percig nem hűít bennünket azzal, hogy ők valami baromi jó, döntéseken alapuló és modern játékmechanikát nyújtanálnak nekünk. Sőt, már az elején figyelmeztetnek rá, hogy a The Invisible Hours nem más, mint egy interaktív színházi előadás, ahol csupán annyi lesz a dolgunk, hogy megfigyeljük az eseményeket és összerakjuk a történet darabkáit. Ezeket a darabkákat aztán öt fejezeten plusz egy bónuszfejezeten keresztül rakosgatjuk majd. A bónusz fejezetet egyébként nem kapja meg mindenki, csak azok, akik bizonyos pillanatokban jó időben voltak jó helyen. Nem nehéz amúgy rájönni, hogy mik ezek a pillanatok és egész érdekes, bár kicsit durva ajándékot kapunk érte. Az előbb elmondottak alapján azt gondolhatnánk, hogy a játékmenetről nem sok mindent lehet mesélni azon kívül, hogy szabadon beárhatjuk a teljes szigetet, miközben azt kutatjuk, hogy épp miben mesterkednek az egyes szereplők. Nos, igen, 90%-ban valóban ezt fogjuk csinálni, a maradékban pedig tárgyakat vizsgálgatni, Tesla naplójának lapjait, valamint az egyes szereplők levelezését keresgetni. Van azonban egy fontos funkció a játékos társuljában, ami teljesen kiiktatja az unalomba fulladás lehetőségét. Ez pedig a játékos teljes uráma az idő felett. Az időt ugyanis kedvünkre vissza, illetve előre tekerhetjük, hogy az adott szituációban, illetve időpontban egy másik karakter szemszögéből is megismerhessük a történteket. Ez azért fontos, mert viszonylag nagy területen játszódik a cselekmény és a szereplők csak nagyon ritkán tartózkodnak együtt egyetlen helyiségben. Ezért, ha például tudjuk, hogy az egyik szereplő épp a saját szobájában szöszmötöl valamivel, de épp nem érünk rá megnézni, hogy mi az, akkor elég csak visszatekerni az időt és az ő idősíkján folytatni a történetet. Az időbeli és a térbeli mozgásunknak köszönhetően óriási szabadság hull a játékosok ölébe, mert többféleképpen is végigjátszhatjuk a történetet. Lesz, aki az elétől a végéig csak a nyomozó szemszögéből követi majd az eseményeket, de akad majd olyan is, aki rögtön az első fejezetben végignézi az összes karakter idősíkját, és csak azután ugrik a következő fejezetre. A játék legfőbb erénye egyértelműen az írás és az ehhez társuló szinkron, valamint a motion capture technológiával rögzített színészi játék. A Robi Eszkom által írt forgatókönyv szerintem simán nevezhető az egyik legjobbnak, amit valaha videójátékok számára írtak, és csak azon csodálkozom, hogy semmilyen díjat nem kapott érte a szerző. Annak idején tehát 2017-ben ez a játék tartotta a rekordot a Motion Builderben valaha használt legtöbb képkocka adatával, ami meghaladta a 2.240.000-et. Ezzel a videójátékok történetének egyik legösszetettebb motion capture felvételének bizonyult. Ez alapján sejthetitek, hogy a fejlesztők semmit sem bíztak a véletlenre a mozgás és az animációk terén, melyek merem állítani, hogy némelyik triplaás játék minőségét is kenterbe verik. Maga a grafika azonban nem öregedett a legszebben, és ez leginkább a karakterek arcán látszódik meg. Persze még így is nagyon jó minőségű, de tény, hogy némelyik jelenetben néhány karakter azért elég vicces arcot tud vágni. A környezet és a tárgyak modelljei azonban egészen tűrhető minőségűek. A szinkron és a hangok szintén kiválóak lettek. Tényleg úgy éreztem magam az egész játék alatt, mintha egy filmet néznék, csak ebbe duplán bele tudtam élni magamat. Említettem ugyebár, hogy a karakterek nem sokat vannak egyszerre egyetlen helyiségben. Azonban mindig hallani valami suttogást vagy veszekedést, ha épp valaki a közelben tartózkodik. Ilyenkor mindig csak nehezen tudtam eldönteni, hogy kit kövessek inkább. Az unalmasan járkáló, de épp valami turpisságra készülő szemét, vagy inkább szaladjak megnézni, hogy mi az a ricsaj a másik szobában. Az időugrások miatt ez amúgy teljesen mindegy, de mégis, amikor ezt éppen átéli az ember, automatikusan rohanná másik irányba, mert rögtön tudni akarja, hogy mind csámcsognak ott a szomszédban. Ilyen reakciókat azért nem sok játék tudott még kiváltani belőlem. A The Invisible Hours egyike a krimi kalandjátékok elfeledett gyöngyszemeinek. Körülbelül 6-7 órányi lebilincselő történet vár rátok, parád és színészi játékkal és nagyszerű animációkkal. Nagy kár, hogy a megjelenése idején nem kapott nagyobb figyelmet, mert véleményem szerint akár valamilyen nagyobb díjért is harcba szállhatott volna. Egy-két megkérdőjelezhető esemény azért ebben a krimiben is fellelhető, de azért nem olyan súlyosak ezek, hogy ne lehetne szemet hunni felettük. Így hát a karakterek arcmodelljén és az egyesek számára talán fura lezáráson kívül nem is nagyon tudok negatívumokat mondani róla. Ha egy jó kis interaktív mozira vágytok, semmiképpen se hagyjátok ki. Köszönjük, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett, dobjatok rá egy lájkot, like esetleg iratkozzatok fel a csatornánkra. Érdemes ellátogatni az adventuregames.hu oldalunkra, ahol írott tesztekkel és hírekkel várunk titeket. Ezen kívül találtok ott egy heti rendszerességgel frissülő játékadatbázist is, melyből kedvetekre szemezgethettek a jobbnál jobb játékok közül. Sőt, akartok, még értékeléseket és véleményeket is írhatok hozzájuk. Találkozunk a következő alkalommal. Sziasztok!